Róla egy nagyon-nagyon mozgalmas év van a hátatok mögött. Folyamatosan zajlanak, hál' Istennek, a bajnokságok. Nem állt le az élet? Tehát ugyanúgy tudtok edzeni, ugyanúgy vannak mérkőzések, maximum annyi, hogy nézők nem lehetnek? Az Aquas Sport Egyesületnek ez egy nagyon fontos lehetőség volt, hogy a kormányzat biztosította a versenysportolóknak az edzési és versenyzési lehetőséget. Volt egy kis bizonytalanság abban az időszakban, amikor még nem tudták, hogy a bajnokság folytatódni fog-e, de ez megoldódott, és ugye ez pozitívan érintett az Egyesületet is, ami azt jelenti, hogy minden bajnokság folytatódott, csak zárt kapus körülmények között. Napi szinten tudnak edzeni a gyerekek, nem kell a felkészülést újrakezdeni, nem kell őket fizikálisan és technikailag újraépíteni, hanem mindenki a régi kerékvágás szerint tud dolgozni. És jönnek az eredmények is. Legutóbb a Vácot sikerült legyőzni mind a három csapatnak? Igen, óriási élményekben van lehetőségünk most itt kivenni a részünket a sportolók által. Ez az új környezet szerintünk olyan lehetőséget és plusz löketet adott a gyerekeknek, hogy az ifi csapatunk ebben a szezonban még veretlen hazai pályán, és olyan nagy csapatok ellen, mint a Vác vagy a Dunakanyar, ezek ilyen Pest közeli és onnan feltöltött fiatal tehetségekből álló csapatok, pariban vagyunk, és elég komoly ellenfélként is kezelnek minket. Úgyhogy három meccsből három győzelem a Vác ellen. És hát nem áll meg az élet, ti folyamatosan még vízben vagytok itt decemberben is, hiszen most meg újabb forduló következik majd a Csongrád ellen. Igen, a Csongrád veretlen, nagyon jó meccsnek ígérkezik, ami most vasárnap lesz itt hazai fordulóként szervezve az Újvárosi Úszodában. Készülnek a fiatalok nagy lelkesedéssel, nem fogunk leállni. December 20-áig még tart a bajnokság, ami azt jelenti, hogy az Észak-Keleti régióban is a gyerekek fognak játszani, illetve az egyik csapatunk Vácra fog menni e hét szombaton, és a lány gyermekcsapatunk, akik a tehetséggondozóban vesznek részt, ez egy THG néven futó új bajnoki rendszer, ebben szerepel a Dunaújváros, az Eger, az Újpest, Fradi, BVSC, Nyíregyháza, úgyhogy most tényleg a nagy csapatok árnyékában teljes messzélességgel képviseltetjük magunkat, ők december 20-án fognak játszani Dunaújvárosban. És közben zajlik az élet a háttérben is. Ami már rajtad van, póló, ezen már az új címer látható. Honnan jött az ötlet, hogy lecseréljétek a régit, egy picit megújítsátok? Hát 16 éves múltra tekintünk vissza, úgy gondoltuk, hogy most egy olyan új méltó körülmények között tudunk új alapokat és sportrendszert építeni a vízilabdát tekintve, hogy ráncfelvarrást kell csinálnunk, fiatalítanunk kellett a címeren, ami azt jelenti, hogy a régi színeinket, a kéksárgát megtartva a grafikusok egy olyat terveztek, ami igazán a fiatalok irányában is többet tud mutatni. Kellett a komolyságot adni ezzel is újra, mert ez a háttér, ami itt most biztosítva van a városközpontban, azért ez egy teljes más szintre emeli a vízilabda sportágat itt Nyíregyházán. Ilyen volt a fogadtatás, azért bemutattátok néhány napja. Bemutattuk, kicsit félve, de minden újdonság ugye egy kicsit kétkedve megy ki a köztudatba, hogy most vajon milyen lesz, az ember egy kicsit fél attól, hogy most újítani kell, de maximálisan pozitív visszajelzések vannak, akár a közösségi médián keresztül, akár személyesen, amit a gyerekek is így elmondanak. Úgyhogy csak pozitív dolgokat hallunk vissza, és nagy öröm számunkra, hogy ezt tudjuk most már képviselni, ezt az új címert. A vízilabda mellett azért ti híresek vagytok arról is, hogy komoly úszás oktatás folyik egész pici kortól. Ezek megmaradhattak-e? Sajnos a versenysportágat kivételezve ugye nem lehet az úszás oktatást mai napig folytatni. Ezeket a rendszereket be kellett zárni, úgyhogy csak a versenysportolók sportolhatnak mai napig. A kicsik, akik még nem versenysportolók, ők ezt a úszás oktatást, illetve úszó edzéseket hanyagolják. Majd amikor a kormányzat kihirdeti január 11-ét követően az új lehetőséget, akkor, hogyha lesz rá lehetőségünk, akkor mindenféleképpen fogjuk folytatni a tobozást és az oktatást is. Vannak most a csapataitokban olyan tehetségek, akikkel találkozhatunk majd az OB1-ben vagy a válogatottban néhány éven belül? Vannak olyan tehetségek, igen, főleg most a legkisebb korosztályokban már látszik, akik a gyermek, illetve serdülőben is szerepelnek. Az ifik között is vannak olyan jó képességű játékosok, akik most ugye a szezont követően egyetemre fognak menni. Ők sajnos Budapesten fognak majd a továbbtanulás miatt bemutatkozni.
van tehetséges játékosunk, aki Szolnokon játszik, és most kölcsönadták a Debrecennek, van olyan itt nevelkedett játékosunk, aki Kaposváron az OB1-ben játszik, és most már a lányok között is látszik az a kép, hogy ki lesz az, aki tudja a ő lánykorosztályát tovább képviselni. És hát karácsony közelettével egy jótékonysági akciót is hirdettetek. Mi ennek a lényege, illetve hogyan lehet segíteni? Az Aquasport Egyesület úgy gondolta, hogy ha mi most kaptuk a lehetőséget ezzel az új uszodával, hogy méltó körülmények között most már edzhetünk, ezt meghálálva, és azt a tömeget, amit mi mozgatunk, a karácsonyra való tekintettel a Nyíregyházi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ számára gyűjtünk adományokat. Ami azt jelenti, hogy a szimpatizánsaink, a tagjaink, akik közel állnak hozzánk, és úgy gondolják, hogy azokat a szegényebb sorsban lévő embereket, családokat szeretné segíteni, akiknek a mindennapi használati és élvezeti cikkeket figyelembe véve nincs lehetőségük beszerezni, megvásárolni, ezekkel az adományokkal segíthetjük most őket. A Sportegyesület most gyűjt adományokat, ezen a héten még péntekig, és jövő héten szeretnénk a Gyermekjóléti Központ számára átadni. Mi mindenre számítotok? Elsősorban tisztálkodási eszközök, illetve akár a gyerekeknek rajzeszközök, különböző olyan dolgok, amire tényleg a hétköznap során szükség van? Az intézményvezetővel egyeztettünk, hogy mire van szükségük, és így nincs olyan, ami esetleg nem fér meg az ő elképzelésük szerint. Többek között a tisztálkodási szerek, itt értjük az alatt, hogy akár a dezodor, a WC-papír, különböző fogkrémek, fogkefék, vagy a gyerekek részére társasjáték és rajzlapok, ceruzák, amiket a tanulásnál tudnak használni, és ezek az adományok szépen gyűlnek is. Nagyon büszke vagyok arra, hogy komolyan vették a felhívásunkat, és most már mondhatom, hogy nem fogunk üres kézzel menni, mikor az átadás lesz.